Ha valaki egyszerre egy időben szeretné látni Tolna megye utánpótlás sporttehetségeit, annak érdemes jelen lenni a Tolna megye egy diáksporttanács szokásos évi díjkiosztó gáláján. 20 sportnál 295 sportolója volt hivatalos, azok a diáksportolók, akik a Diákolimpia egyéni döntőjében maradandót alkottak 2019-ben, vagyis a dobogón végeztek a saját sportáguk elsősorban egyéni vagy éppen csapatversenyében. Egy nagy klubok, sportági akadémiák nélküli megyében, mint Tolna, amely ráadásul az ország második legkisebb megyéje, mindenképpen szép eredménynek tekinthető, ez az érmekben mérhető összteljesítmény. Mi is folyamatosan figyelünk arra, hogy mi van az utánpótlással, ahogy a sportban erre figyelni kell, és nagy reménységünk, hogy azok, akik utánunk jönnek, azok sokkal jobb vezetők lesznek, mint mi manapság. Így tekintünk mindazokra, akik sikereket értek el ebben az évben, és akik elismerésben fognak részesülni. Mondta többek között Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke ünnepi köszöntőjében. A jók közül nehéz kiemelni a legjobbat, akik már nem csak a Diákolimpián, hanem a korosztályos bajnokságokon is az 1-3 közé tartoznak idehaza. Voltak szép számmal ilyenek ebben a népes mezőnyben az általános iskolai és középiskolai sportolók között. Asztali teniszben például a szekszárdi 12 éves Kizakis Mikoszt már 5 éves kora óta az ország egyik legnagyobb talentumának tartják. A megállapítás ma is igaz. A kis Nikosz egy világkupán már a sportág uralkodó ázsiaiak ellen is bizonyított. Arra vagyok nagyon büszke ebben az évben, hogy világkupán Varasdon, Horvátországban 16 között voltam, Serdülőben, és még arra vagyok nagyon büszke, hogy idén megnyertem az országos diákolimpiát A kategóriában. Idősebbekkel szemben is játéka a korszerű asztali tenisz követelményeinek is megfelel. Abba is fejlődtem, hogy sokkal, hát nem sokkal, de több a rutinom. A dombóvári Farkas Bence 2018-ban robbant be a 100-as, 200-as sprinterként a magyar atlétika egén. Ifjúsági olimpiát is megjárta, az idén ott volt Bakuban az EIOF-on. Tavaly kint voltam Buenos Airesben, és ott egy 36 éves ifjúsági rekordot döntöttem meg, és most, úgymond idén Bakuban volt, és ott szintén majd meg tudtam volna dönteni, csak ott 500-addal elmaradtam az enyémtől, és így nem sikerült megdönteni. 221-30, 100-10-66 a legjobbja Farkas Bencének, mindkettő megdöntésére készül, már korcsoportot váltva jövőre a juniorok között a dombóvári atléta. Most az a cél, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, és most arra elég, igen, oda kell tennem oda versenyre magamat, hogy meg tudjam futni azt a szintet, amit kell. 221-30 már elég lesz. 100-on a király kategóriában még 6 tizedet kéne lefaragnia a dombóvári sprinternek a világbajnoki kvalifikációhoz.